Szeretettel köszöntök mindenkit a Art Network 14. eseményén. Igazából ez a 17. de a 14. tudásbát is előadás. Én Kismárton Gyula vagyok, szervezője. És egy pár dolgot még így előszóban, mint ahogy szoktam is, muszáj bejelentenem. Az egyik az, hogy már most tudjuk, hogy ki lesz a következő előadó áprilisban. Remélem ez egy kis kedvet csinál majd a dologhoz. Próbáljuk így a női vonalat erősíteni előadók terén, azt majd most is láthatjátok a mutatkozók révén. A következő előadók kedves Évi, azt lehet, hogy ismeritek, concept artist és environment artist. És utána májusban pedig, hát még nem kiabáljuk el, de lehet, hogy lesz egy elég exkluzív külföldi vendégünk. És hát annyit mondhatok, hogy szerintem így ölni fogjátok egymást a linkért, mert olyan személyiségről van szó, de ennyit így előjáróban. Igazából nagyon sokat nem akarok most beszélni, rabolni az előadóktól a időt, úgyhogy még egy megjegyzés, hogy aki esetleg nem tudja, áprilisban lesz egy workshop, Steven Silver amerikai karaktertervező és animátornak a workshopja. Ha valakit érdekel ez a téma, akkor nyugodtan a honlapunkon, illetve a csoportban nézem utána a workshopnak. Van még hely, úgyhogy bátran lehet rá jelentkezni. Na, hát ennyi lettem volna, úgyhogy át is adom a szót az első bemutatkozónak, Süli Andrának. Tapsolját! Sziasztok! Nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagytok. Bármennyire is rémisztő, hogy most emlékszem a pár szavazatokat. Meg az életemnek viszont egyik 10 perc lesz. Remélem, tényleg adok egy 10 perc, hogy tudjuk. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy ebben a 10 percben mit szeretnék elmondani, mert azért 31 év alatt így elég keményen felgyújtott a dolgok. Először megértem, hogy úristen, nem fogok tudni semmit sem összeszedni, aztán pedig úristen, nagyon sok mindent ki kell, hogy szedjük. És négy korszakra tudtam igazából osztani az eddigi munkásságomat. Ugye ez a boldog gyerekkor. Ezt sajnos nem én rajzoltam, hanem a kis testem, de rettentően cuki, mert van köldököm, ami több király. És utána következik a kis tradicionális tombolás, ez nagyon sokáig tartott, mert nagyon-nagyon sokáig nem értem hozzá a digitális eszközökhöz, mert ugye amikor én fiatal voltam, akkor jöttek be ezek a dolgok, tehát még én inkább emlékszem, hogy amikor először mutattak nekünk színes monitort, és hogy úristen, ilyen létezik. Meg hát az, amikor internetkávézóra jársz netezni, meg floppy viszed haza a kis képeket, amiket leszettél a laptopról, úgyhogy ez nem most volt. A harmadik az a digitális kalandolásának a kezdete, ez 2009-ben volt először kezemben egy Genius tablet, amiről nem is rakom. És hát az utolsó pedig az 2015-től számolva, mikor komolyban elkezdtem foglalkozni a digitális festéssel. Itt még megemlíteném, de végig egyet, mert azért több mindent lehet nézni, hogy feltűnt az a korábbi showfos bemutatkozásokból, hogy meg szokták említeni az emberek, hogy tanulták-e ezt, vagy nem tanulták. Én tanultam, művészeti szakközépiskolában szobrászakos voltam, illetve eltartottam 3 évet magyar szakon, ami egy fantasztikus magyar szakkör volt, csak is sokáig tartom. És utána rájöttem, hogy hát nekem nem a magyar szakot jutnom akár, hanem én akkor szeretnék lenni. Úgyhogy felvételiztem, ami össze is jött. El is rettentően kalandos volt maga a felvételi. Akkor én Harsányén kezdtem, és utána átvettem minket a BKF-re, az is egy nagyon vicces sztori. De így az egész estét végig tudnám beszélni a sűrűs tapasztalatokról, pró és kontra, tehát így mik voltak benne a nagyon jó dolgok, mik voltak a nagyon rosszak, mert sajnos én is volt, hogy milyen pozitív és negatív utóhatásai voltak az egésznek, de így utána, hogyha így végeztem, bárki a részben sem beszélgetek erről. És hát a tradicionális korszakomban én nagyon imádtam, már még most is nagyon szeretek tussal dolgozni, illetve csőtollal, mert ugye Rotlin csőtollhoz, kinek volt már szerencsém, aki dolgozott vele. Ugye remélem mindenki nagyon szereti, és ugye hát elég nehéz is, mert előszeretettel beszállni, ami nagyon a fejfájást tud okozni, de közben meg rettentően jó részletességgel lehet meg dolgozni. És a másik pedig az anilin, amivel nagyon szerettem, meg szeretek festeni. Az nekem egy ilyen egészen új dimenziót nyitott meg, hogy végre valami visszesték, ami
nem fogjuk ki, mikor megszárad, és gyönyörűen színei maradnak. A Károly annyiban volt jó, hogy nekem a képregényes karrierem az ott indult be, illetve hát addig is tartott, de nagyon-nagyon szeretném képregényt rajzolni, meg egyetlen rajzolni előadások és szemináriumok alatt is. De egyébként itt teljesen jól lehet közben figyelni, tehát én meetingekre is figyelök még most is, hogy viszem a kis sketchbookomat is közben rajzolok, és mindenki tudja, hogy én figyelek, csak ez segít a közben a koncentrációt. Jártam nagyon sokat képregényfesztiválokra, ott nagyon szerettem az ilyen 3-5 órás képregényrajzolásokat, nem tudom, hogy valaki ilyen vette részt, illetve van ennek ugye a nagy testvére, a 24 órás képregényrajzolás. Azt hiszem még van, de hogyha mi nem próbáltatok ki, akkor mindenféleképpen, hát elég ember próbáló, de nagyon jó is tanulságos élmény. És a képregények miatt sikerült részt vennem egy manga rajzoló workshopon, Japánból jöttek oktatók, sajnos nem emlékszem az iskolának a nevére, és az oktatók a nevére, de rettentően nagyon sok voltak, és nagyon jó az ezeket hoztak, amiket így kipróbálhattunk. Lehet, hogy páran voltak is rajta, illetve Berlinbe sikerült képregényt rajzolni, ez egy nagyon-nagyon jó társaság volt. Ilyen képregény rajzolók és újságírók mentek párban Európából, minden országból, és a sajtószabadságot, mint olyat kellett feldolgozni témát. Ez a Free Air Media képregény lett a vége, illetve még ott Berlinben egy kis pop-up kiállítást csináltunk az Orkészünkünkárból. És hát ugye annyira jól sikerült, hogy tovább ajánlottak, és utána Isztambulba sikerült kijutni, mint cartoonist. Az egy jól nemzetközi történet volt, tehát Tibetből is jöttek emberek, és olyan elképesztő arcokkal sikerült beszélgetni, nagyon nagy élmény volt. Annyiban volt nehezebb, hogy nem mondták meg, hogy mit kell csinálnom, tehát oda küldtek, hogy artist vagy, csinálj valamit. Úgyhogy az utolsó nap például annyi volt, hogy körbe-körbe rohangáztam, és embereket rajzolhattam, portrékat. Amiért mindenki meg volt őrülve, nagyon aranyosok voltak. És egy nagy ugrás, ez már a 2016-tól egészen ideig lévő történet. Hát így érdeklődési körben a három dolog, amit nagyon imádok, a szép lányok, a csúnya nénik, meg nem tudjuk rajzolni, és a szörnyek. Tehát ugye van az, hogy azt szokták mondani, hogy azt rajzolod, meg fested, amilyennek látod magad, egyet, amire vágysz, úgyhogy nem tudom, az én esetemben mutatkozni. De nagyon szeretek nagyon színesben is dolgozni, meg fekete-fehérben is dolgozni, igyekszem minél több stílust kipróbálni. Hát ugye van az, hogy vannak olyan művészek, akik egy stílusra és egy témára mennek rá. Én jobban élvezem azt, hogy nagyon sok mindenbe belekóstolhatok, meg a munka szempontjából is azt éreztem, hogy ez magam számára hasznosnak, hogy azt mondják, hogy fessek egy szép mesebeli hátteret, azt is mindig meg tudom csinálni, mint a saját kis szörnyecskémet. És igen, nekem sosem mondta senki azt, hogy ne rajzoljak, ezt nem csinálhatom, tehát hogy ilyen formán nem akadályoztak abban, hogy én alkotó tevékenységet végezzek, de nem is volt így különösebb támogatás, tehát ilyen kis tanácsadás, hogy a tanárok részéről, a felnőttek részéről egyáltalán semmi, úgyhogy nekem kellett azt felfedezni, hogy úristen, olyan konceptárt, mint foglalkozás, mint tehát így lehetőség, és hogy úristen, ezt akarom csinálni, tehát játékokon akarok dolgozni, és filmekkel is ennyire király, és ezen belül is a karakterdizájn az, ami nekem a fő profilom. Ez egy kis szörnyecske, ez annyiban vicces, hogy nekem van ez az apró rugaktól való félelme, ez a trikofóbia, tehát ezt kell úgy festettem, hogy így csukott szemmel, de így attól függik, hogy nagyon szeretem. A Character Design Challenge csoportban szoktam így nagyon képeket készíteni, még valamiért ki nem tiltottak, nem zsártam még rá, hogy miért. Úgyhogy ha valaki így nagyon szíves, akkor benne nem vissza. Ez a, azt hiszem, a robotos témára készült, ez pedig az ördögös démonusra. Ő egy ilyen kis melankolikus robotka, aki saját magát pusztítja, illetve teszi össze folyamatosan, az pedig a szorongás probléma. Hát valakinek ismerős, nekem mindenféleképpen. Ő is Character Design Challenge-es történetből, a Canterbury volt a téma. Egyébként nagyon szeretem nézni a többi emberek munkáját, elképesztő milyen interpretációk születnek.
ő egy Hópádut századesebb lány. Hát igen, ez a szép lány kategória. Viszont ami megegyezik a szép lányokkal és a csúnyanékkel nálam, hogy így mindannyian tudnak varázsolni. Tehát ilyen kis buszolt lányok, sámánok, nekromanták és hasonló történet. A Dark Fantasy az nagyon közel áll hozzám. És hát az előző képen lehet látni, hogy az arany fekete kombináció az nekem nagyon feszik. A másik ilyen kedvenc színes szerintem a kék narancsárga. És hát gondolom az is nagyon, hogy imádok ruhát tervezni. Egy divat tervezni még készültem. Vagy, hát az is szerettem mondani, meg se legyen meg ilyen. A divat tervezőnyében is szület, hogy volt, hogy ilyen fashion designerként dolgoztam, én kérdezt a kulcsit is én terveztem. És hát az is dolgok kizelezik. Ez, illetve az előző is, a kibásnak az Art World Challenge, azt gondolom, hogy nekem megvan. Az első, ez pedig a második készült. Nekem ezek a challenge-ek az ilyen örök nevezéseim, tehát ha melyik keveset csak úgy befejezni, nem tudom, hogy az univerzum miért van ebben, de hogyha egyszer összejön, akkor én nem nagyon fogok örülni. Emberek ugye történeteket kreálnak a kis képeikhez, amik nagyon jó volt, volt hallani, hogy megnyugtatom, hogy én is ezt csinálok. Ő például egy erdei boszorkány, a fehér nyúl, aki a kisgyerekeket így hát maga az édesült mindenféle módon, és utána így dolgot csinálni az erdőnöm. Ez az Art Station és Beneath the Wave challenge készült, milyen meglepőesen fejeztem be. De ettől függetlenül nagyon szeretem azt a karaktert, hogy egy albino krokodil sámán. És nekünk nagyon-nagyon szeretik így a részleteknek dolgozni, tehát mondjuk itt a haja, akkor az ékszerek. Az előző képen mondjuk nem látszott még kicsit készített a karakterek, de hogyha az Art Station oldalon van már vizetek, akkor látszik, hogy minden szóltak, hogy haladni. Bocs. Hogy nagyon szeretek egy kis bőrökkel szórakozni mindenféle textúrát, meg megkörségések, meg ilyenek tenni akarodat. Ezt azért hoztam, a Play It Show az mondom mindenkinek megvan. Ez a maszkot kontesztük, hogy készült. Ezt megismertem, de nem azért raktam be, csak hogy nagyon jól sikerült dokumentálni magának a tervezésnek. Tehát, hogy elkészültek a kis nagyon nyers skiccek, és hogy értem, hogy fejlődtek a karakteret tovább. Ebből annyit szültem le, hogy ruhák nagyon szeretett tervezni, ellenben cipőt nem. Úgyhogy itt én nagyon megszenvedtem vele. Ezzel szerintem ez valaki csak azt lát fél, bármi is nehéz meg a cipő. És tovább ilyenkor részt vettem a mesélják a koncentrált kurzusán, akkor már a Martonában más volt az oktató, és ez volt az első feladatunk. Ezt egy kicsit sikerült túltolni, mert én nem gondoltam, hogy ezt itt nem szintén meg kell a metebet a fejedben, úgyhogy Annika Stéber volt. Két dolgot emelnék ki a tanfolyamról, aminek nagyon sokat segített, egyébként az egész tanulóban, hogy nekem a fotogásom, mint olyan ilyen rejtély volt, hogy ezt hogy lehet jól használni és miért tanulom. Ezt így szerencsére sikerült fogadni, ez a karakteren látszik, és ez teljesen fotóból van. És még nem látszik, de teljesen fotóból van összerakva. Illetve a másik, a thumbnailezés. Az nekem egy ilyen tanulói rejtély volt, és de a vizsgamunkával szépen is sikerült ezt feloldani, amit ott nézek a picit a támlélek, és egyszerűen a karaktert tervezünk is akkor folyamatom, úgyhogy mentünk rajta végig, és így egy megint fekete olyan. Remélem azért látszik, hogy vannak nektek is olyan projektjeitek, amik ilyen kis szerelem gyerekek, meg örömfestés, tehát hogy így nagyon-nagyon élvezet ezt csinálni, és mint hogy magát festeni, meg ez is olyan volt. És utána pihentem egy jó darabig, és úgy gondoltam, hogy egy kis fanarttal visszaülök az alkotásnak a bicikliére. Hát annyira kis fanart volt, hogy 3 hónapig festettem. És nagyon-nagyon rettentem be akartam megfejezni egy 3 hónapnál. De nagyon örültem, mert miután feltettem a Tungerőrnek a hivatalos szájtjén, ott Facebook, Twitter ezeken megosztották, és így a kis Andika, a Tungerőrnek tőle játszik, hogy valami volt. És de a harmadik rész az tele van ilyen tribal outfitekről, amikére meg vagyok őrülve. Mindenki más hányítól legyen imádom. Úgyhogy még egyet fanartoltam. És hát egyébként így még képekorban megérni, mert tök jó elérést hoz, mert tök jó visszajelzések. És most szombaton egyébként a 25. Hellboy napon, úgyhogy ha szeretnétek fanartolni, akkor az érjenek a lehetőség. És végeztünk, nagyon köszönöm! Itt egyébként! Thank you.
pontosan így tudom hadarni, remélem értető volt, de az András Facebookon az összes ilyen kis oldalon elérjétek, szóval amit szeretnétek, hogy tetszik, azt így kövessétek be is teszik. Köszönjük szépen! Ügyes volt el egyébként, hát kellett izgulni. Most pedig a következő bemutatkozunk következik, Póni Eszter. Köszönöm szépen a lehetőséget, és én egy illusztrátor vagyok Kolozsvárról, de emellett grafikával is foglalkozom, például kihagyvány szerkesztéssel, illetve jazz-zongorázom is, például ima filmeket improvizálva kísértem, de most az illusztrátori tevékenységemet szeretném bemutatni. Ez lenne a startoló munkám, amikor iskolás korom végén készítettem egy saját témára szóló illusztrációs sorozatot. Ez igazából egy magamban nézés, hogy mit is akarok a jövőben, és hát maga a témája ennek a triptihónak a magamban nézés, tehát ez egy csendesebb munka. Aztán csak ez a kettő szlájd jött, tehát hogy nem tudom. Valamiért nem lehet. Jó. Oké. Igen. És itt tovább vittem ezt a tradicionális technikát, de itt már több mozgás, vagy interakció jön be. Összintén szólva ez a technikai fejlődés semmi is összefügg. Annak is köszönhetően bővültek az eszközeim. Ez egy első saját képregény, egy kis sztori egy nyúlról, akinek nincs kedve elmenni a bicikli autóhoz a bicikliért, de az út során minden egyre világosabb. Tehát, hogy egy ilyen sztori, ahol a sötét színek is mutatják az átalakulás idő, és aztán a végén jó kedvenek, hazamegy a biciklével. Aztán másik vonal, ami nekem egy ilyen sáv, tehát hogy mondhatni, hogy van egy hírai vonal, amit néha így működésbe viszek, és van egy ilyen elég bohókás, laza, humoros, állatos, és akkor ez a két vonal van így külön, jelenik meg, vagy így összekeveredik. Megkeresett egyetem során egy írónő, akivel így összelájkoltuk egymást a Facebookon, és akkor egy folyóiratba, egy erdélyi folyóiratba havonta illusztrálok, ilyen tinik megszóló kis mindenféle tini öröm, meg tini bártalom témájú rajzok. Igen, azt egyébként nem meséltem, hogy én Nagyváradon végeztem tervezőgrafikát, és aztán milyen Kolozsváron élek, Kolozsvárról, de távoktatásba végeztem el a Hertfordshire-i mesteri szakot illusztrációból. Egyébként meg online is nagyon sok leckét meg lehet tekinteni ennél az egyetemnél. Úgy találtok rá, hogy Barbara Browne a Vimeón, és hát az illusztráció kurzusok egy része bárki számára megtekinthető egyébként, akik érdekel ez a fajta angliai illusztrátori esztétika. Ezek úgy szintén ebbe a magazinba készültek, ami tök jó volt, hogy nyilván a magazin az egy ilyen lazább faj, és nem volt ilyen, hogy most mindegyik havi rajz az ugyanaz a stílus kell legyen, hanem közben így engem is értek hatások, például a másodiknál ilyen mangásabb patterneket is bevetettem. Aztán hát ez egy régebbi képeslap, karácsonyi képeslap, ez meg az idei, és valamiért úgy éreztem, hogy ez a második így egy előrelépés volt. Igazából ez egy meglepően kisméretű 20x20-as
papírra készült szeruzzarajzba fotózva, majd digitálisan meg színezve, és úgy éreztem, hogy ez egy olyan technika, ami így szerint megír több kifejtést. Ez egy Mátyás Király témájú illusztrátor kiállításra készült, ahol több erdélyi illusztrátor részt vett, és hát egyszer volt kutyavásárlóra tematikára csináltam egy szürreálisabb munkát. Itt ugyancsak ebben a magazinban kísérletezek kicsit ilyen finomabb rajzokkal és digitális színezéssel. A második az úgy készült, hogy ceruzzarajz, és arra rátettem egy pauszpapírt, és akkor arra is írárajzoltam, és akkor vannak ilyen elmosódottabb részek is, ilyen blörösebb, ami főleg itt a másodiknál látszik, mert itt ezt úgy fotóztam be, hogy a második képnek a lánynak a szoknyáját ott megemeltem, és akkor látszik, hogy az alsó réteg ott a hónapoknál kicsit ilyen blörösebb lett, és akkor a színezés az digitálisan történt. Hát ez egy másik újabban ilyen számomra ilyen kedves téma, mert ugyanakkor készülök is egy olyan vállalkozásra, tehát én is így próbálom keresni a hozzám illő projekteket, ami nem olyan könnyű. De első egyetem utáni évben meg így összegeződik szólok, és hogy így most például azon dolgozom, hogy készítek egy olyan anyagot, ami ilyen pszichológiai, vagy ilyen mindfulness nőknek szóló magazinoknak fog készülni, mert valahogy úgy érzékeltem, hogy így, ahogy kapcsolatokat próbáltam építeni, akkor ilyen helyekről érkeztek pozitív visszajelzések. A mesterés során így foglalkoztatott az, hogy vannak célközönségek, és akkor minden célközönségnek, például a felnőtt célközönségnek másképp kell rajzolni. És a második téma az egy ilyen személyes kezdeményezés, ilyen szürreális képek, de ezt annyira sokáig nem csináltam, mert szerencsére megkeresett egy pszichológiai témájú könyvprojekt, és akkor ez lesz a következő, egy házasság témájú könyvhöz készült illusztráció. Itt nagyon fontos volt, hogy ezt a könyvet, vagy ezeket a rajzokat így ne csak ilyen lányok vagy nők számára tegyen vonzóvá, hanem így tudatosítani kellett, hogy oké, hogy egy női szempont, vagy nem tudom, nőiesebb stílus, de hogy kicsit így például a linó meg szetekből próbáltam inspirálódni, ilyen határozottabb formák legyenek, kevesebb kis szecessziós indácska, meg ilyesmi, hanem lehetőleg mondjuk 40-es ilyen komoly öltönyös férfiak is hátha kézbe veszik ezt a könyvet, és különböző tárgyi szimbólumokat kombináltam szokatlan módon emberi figurákkal, és hogy ezekkel ilyen különböző könyvben szereplő gondolatokat ábrázolok. Például azt, hogy ugye a házasság témája az a házassága téma, és hogy például, hogy mennyi minden így belefonódik egy ilyen kapcsolatba. És a másik fontos dolog volt, hogy a sztereotípia kerülése, tehát hogy ne legyen az, hogy minden illusztrációnál mondjuk a nő az áldozat, hanem legyen olyan is, hogy a férfi az áldozat, tehát hogy ne legyen az, hogy valamelyik csoportok így túl hátrányosan, vagy túl előnyösen, illetve hogy legyenek különböző életkorok is. És 18 képet tartom ez a könyv, és el is hoztam, meg lehet nézni, ha valakit érdekel, és hát én abszolút ilyen nem szépek ezek a vázlatok, tehát hogy amikor vázlatoltam, akkor ilyen pászik emberekkel, tehát így gyorsan lerajzoltam, és tényleg az volt a lényeg, hogy az ötlet működjön. És ahhoz képest sokkal több ilyen kis brainstorm rajz lett.
ahhoz képest, hogy végül mennyit használtam ebből fel, tehát csak 18 került felhasználásra. És akkor később meg a zenei téma nagyon fontossá vált, mert ugye zenélek is, és akkor belekerültem egy ilyen jam session körbe Kolozsváron, és akkor így úgymond ez egy ilyen fan art volt egy zenekarnak, amit aztán így blokkártként felhasználtak, és akkor végül készítettem egy ilyen animációt, mert ez volt az a forma, ahol össze lehetett hozni azt, amit zenélek, és amit rajzolok. És ez az elkészítési folyamata, tehát hogy kitaláltam egy ilyen dolgot, hogy akkor valami koncepció valahogy a zene, és digitálisra aztán benne ez egy ilyen frame by frame kézzel festett animáció, és akkor ezt elzárom. És hát akkor most következnek a gyáros srácok, Piroska András és Hargitai Áron. Halló, halló! Köszöntök én is mindenkit, gyár nevében, Hargitai Áron. Hoztunk egy másik sorot itt, mert egy másik részletekben a előadás előtt egy-két snapban nem egész. De ez így röviden összefoglalál nagyon, de is foglalkozunk. Ha én is éjszakáim. A gyárat 2005-ben alapították azzal a célval, hogy külföldi és hazai reklámos és filmes utómunkákon dolgozzanak. Ez a régi Goldberger gyár helyén találták meg a megfelelő helyet, és az akkor még így nézett ki. Az átalakításokat is az alapítók végezték el, és a belső terveket is ők készítették, hogy hogyan fog kinézni ez a stúdió. Ilyen nagy behamagasságokra vágytak, és világosságra, hogy egy ilyen kreatív alkotótér jöjjön létre. Akkor még 6 fővel indult a cég. És 9 méteres belvadosság. Igen, akkoriban a hagyományos utómunka stúdió koncepcióval indult a mikor, az ügyfél megbízza a reklámügynökséget, aki leszervezi az egész gyártási kampányhoz, és az reklámügynökség kommunikál a filmgyártó céggel, aki néha a filmgyártó cég bíz meg minket adatokkal, vagy néha a reklámügynökség. Tehát a kommenteket mindenkitől kapunk meg. És ő intézi a reklámügynökség a hangosítást is, meg a figyelést után, hogy átadtuk az anyagokat nekik. Ez mára megváltozott annyiban, hogy most egy gyár 60 nevet
vette föl félig meddig a cég, ezzel utalva arra, hogy több terület képbe jött. Nem csak reklámfilmekkel foglalkozunk, filmes utómunkával, de elkezdtünk filmeket gyártani is, gyártás szervezéssel, on-set supervising, kreatív tervezés, meg egy hangstúdió is bekerült így a cég. És a belmagasság nem változott. De ezzel a 360-as megújulással, aztán jobban szemléltetik, így a gyakran direktben minket bíz meg az ügyfél. Annyit változott a piac azóta, hogy már vannak olyan megkeresések, hogy tényleg egy adott brand, egy cég keres meg minket közvetlenül, és csak arra van igény, hogy mondjuk egy reklámfilmet, vagy egy ilyen kis rövid spotot elkészítsünk nekik, akár tévé, de sok esetben akár az csak az internetre kerül fel ez a termék a végén. Ők a tevékenységükre vettük a filmgyártást is, amit előzőleg egy nehéz lépés volt ezt meglépni, mert ezzel önmagunknak tudok sokáig, hogy konkurenciát fogunk teremteni, szóval videószkeik voltak egy nagyzóink nagy része, de igazából különösebb hatást nem gyakorolt rá, plusz bekerült a cég portfóliójába a hangosítás is. Szóval gyakorlatilag most már házon belül teljes körülni szurátost tudunk nyújtani bármilyen megbízás esetén. Pár szó a belső szervezeti felépítésről. A cég nem egy óriás cég, 30 fő körülbelül a jelenlegi létszám, ez persze még egy kicsit változik. Ez fele-fele arányban van, körülbelül fele az, aki az artist, aki ténylegesen dolgozik, a többi pedig a kiszolgáló személyzet, beleértve a ügyvezetőt és a recepcióst is. A kommunikáció az úgy néz ki, hogy az ügyfél a producerekkel kommunikál, őket keresi meg e-mailbe, telefonon, és a producer pedig a Head of CG-nek adja át az információt, hogy én vagyok, és én pedig adom tovább, így ketté van osztva egy kicsit, egy képi 3D artist. A 3D-s része az külön van, a munkák jellege miatt. Bocsánat. Sok olyan munka van, ami csak 2D kompozitálást igényel, és ezután rajtam keresztül megy, és a producerek pedig továbbítják. Ilyen alapvetően ez így néz ki. De a gyakorlatilag valóságban így néz ki. Mivel kis cég vagyunk, ezért nem feladatkörök eléggé le vannak osztva, hogy kinek miben kell foglalkozni. Gyakorlatilag néha a producernek egyszerűbb oda menni az artisthoz, és direktben kommunikálni azt, hogy ügyfélem megbeszélt meg. Mindenki egy picikét tisztában a másiknak a munkájával, és vele segített, ahol tud. És vannak önügyfeleink is, akik már nagyon jót együtt dolgozunk, akiket gyakran odaül egy artist mellé, és akkor egyszerű, hogy felültek. Te gyorsabb hatékonyabb munkavégzés miatt néha kihagyunk pár felesleges kört, és egyből az ügyfél tud odaülni az artisthoz, és vele megbeszélni a dolgokat. És filmet készítettünk fel, ez a valóságban, hogy is néz ki. Ez egy idealizált világban, az egy két köznapot.
videó az kicsit megtévesztő, nem catering cég vagyunk. Azzal még nem foglalkozunk, de törekszünk arra, hogy mindenki jól érezze magát, és tényleg egy ilyen baráti társaság, baráti a légkör. A 10 éves évfordulóra vettük a grillt, azóta is nagyon jó üzemel. A pipeline-ról pár szóban, amikor indult a cég, akkor a Maya volt a fő szoftver, azzal elég sok gondunk volt, úgyhogy szép lassan ezt leváltottuk, most a pipeline alapját a Houdini adja. A nódos rendszert azt nagyon megszerettük, és jól lehet rá építeni, abban is renderelünk, a Mantra a fő render szoftver, a Redshift jött még képbe, meg az Arnold, a Nukem Flame-en dolgozunk, a Nuke is az utóbbi időben került képbe, az ilyen komplexebb kompozit dolgoknál használjuk. A Flame-et azt az elejétől használjuk, és az ügyfelekkel gyorsan lehet vele dolgozni, ezért szeretjük. Speedrit használunk, ez meg ilyen fageneráló, nem tudom, ki ismeri, ki nem. Substance Painter-t az biztos mindenki ismeri, ezt használjuk textúrafestelésre. Van egy Afanazink, van egy ilyen 30 nódos renderformunk, és azt vezéreljük meg vele, az egy ilyen open source renderkiosztó kezelő program, meg van egy VFX 20, az első fejlesztési projektmenedzser szoftver, ami hát nagyon fontos szerepe van abban, minden artist, producer, mindenki abban látja a futó projekteket, a kommenteket, abban vezetjük fel. Meg is van a Shotgunnal találkozott már sok mindenki, ahhoz hasonló. Hát pár példa, hogy mivel foglalkozunk, ez a 3D animáció, ez egy-két M&M's-nek dolgoztunk. Ezek olyan munkák, ami teljesen renderelt, csak animáció is minden render benne. Akkor a VFX, az filmeken dolgozunk, Szürkesinkig, félvilágon dolgoztunk, Szász Attila rendezte, meg horrorfilmen is, ez a Medium volt, ez egy külföldi horrorfilm, ami hát nagyon izgalmas, amikor 60 shoton ilyen véres volt, kell a fejére trekkelni a hölgynek, meg van benne egy kislány is, és neki is kellett ezt csináljuk, az így a határidőre. Igen, és ilyen az nehéz. Filmgyártás, ami utóbbi időben képbe jött. Itt 56-os emlékév kapcsán készítettünk filmeket. Olimpia volt még. És itt érdemes ezt megemlíteni, hogy amiket azok a filmeket mi gyártjuk, ott van egy olyan előnyünk, hogy a rendezővel direktben tudunk kommunikálni, és ezáltal ki tudjuk felhízni a kreatív folyamatban is sokszor szeretjük, mert akkor ki tudunk találni olyan koncepciókat, amik akik költséghatékonyabbak, és az összefügg a kettőnek egyszerűbb megvalósítani. Gyakran vannak olyan storyboardok, hogy tele van dinoszaurusszal, vagy ugye a sziklark legnagyobb részét, 30 másodpercben, de ugye a költségvetés az elfordította arányos szokatban. Hozzában. Hangosítás az nem annyira lényeges. Ez meg egy... Igen, ez a klasszikus pipeline, hogy egy reklám elkészül, ahogy el van kész, képzelve, de hát a valóságban általában eléggé összekavarodik minden. A legfontosabb rész ott a tervezés, az treatment storyboard koncept, hogy pontosan le legyen írva és meg legyen tervezve, hogy majd hogy fog kinézni a film és mit kell csinálnunk. Ez főleg az ilyen komplexebb filmeknél fontos, amiben nagyon sok VFX trükk van, és nagyon sok esetleg 2-3 hónap munka. Ha nincs jól megtervezve, akkor nagyon sok energia tud félre menni. De ennek ellenére, igen, itt meg szokott ilyen lenni, hogy ügyfél részről, amikor már a kompozitálásnál tartunk, akkor visszakanyarodunk a koncepthez. És akkor a fényedésre. És
hoztunk egy, ez a rendeknek az egyik nemrég elkészült munkánkat, egy komolyabb külföldi produkció. Ez a Supradin, talán jobban látható. Ez egy orosz ügyfélnek készült, és az Exotikus Bankok, ugye a Tájföldön forgott. Ez egy VFX munka, egy karakter animációs film, és ezt mutatjuk be, hogy ahogyan mi is megértük, hogy az utazás két bizonyos részeg a mondták már a titeket. Úgyhogy ahogy mi is végig mentünk, és a végén fogjuk megmutatni, hogy milyen lett. Tehát először is kaptunk egy, az ügynökségtől egy briefet, volt egy treatment, amikor leírták, hogy ez a kampány kinek szól, miért szól, mit akarnak, mi a termék, hogy néz neki az anyuk a kislány, mit akarnak látni, és ugye ez mellékelve egy ilyen, ez végig is egy storyboard, ami mozog egy agency, ami akik. Néző munkát kiemelve, hogy kaptak bele egy ilyen szuperhős tabletet, ki jött az üvegbe. És itt ezek voltak az ilyen moodboardjának, hogy miből inspirálódjunk. És itt egy ilyen cartoon shaderes, vagy egy ilyen komikos jellegű karakter volt elképzelve mindenhol, és ez alapján indultunk neki. Végül tulajdonképpen először 3D-s karakteranimációról beszélgettünk velük, majd mint a minden áradnak kitaláltunk ezt a kis videófilmet, és azzal a kérdéssel tudunk 2D animációt csinálni. És akkor végül is azt mondtuk, hogy 2D animációt nem is, de tudunk olyan 3D-t, ami 2D-s hatású. Ez egyik megfelelően egyébként elég drága lenne ez a 2D animációnk, például hoztak, és nem biztos, hogy jó járnak, hogyha ezt utat válasszák. És akkor el is indultunk, ezt végül jóvá hagyták, és elkezdtük a munkát. Majd megbíztuk Német Gyulát, tervezem nekünk ehhez karaktertől Rik alapján, és Szupradin színeivel kellett Rik tündökölnie. Itt különböző koncepciók voltak, szép lassan elkezdtek leszűkülni, és megszületett az elfogadott karakterterv, amit elkezdtünk 3D-síteni. És végül is kezdtük közelíteni ezt a 3D-s, vagy a 2D-s hatású 3D-s karaktert. Folyamatosan, igen, bocsánat, olyan kommentek jöttek, először kérdés, teljesen lapos volt, ilyen shaderési teszteket csináltunk, és akkor így szép lassan domborítgattuk a karaktereinket, és végül kaptuk ezt a képet, hogy jó lenne, ha ilyen lenne. Igen, mert először elkezdtek hogy jó, mert tetszik, de mi mindig elég vászatosan néz ki, és hogy mikor láttatok végül, hogy hogy néztük. Most már nagyjából az, amit megállapodtunk, nem? És akkor itt az a kép, ami megutó, hogy körülbelül ezt szeretnék látni. Jó, hogy szerint direkt ezt leszögeztük, hogy nem, de hát nem volt esemény. Ezek további koncept képek arra, hogy baloldalon látható az, hogy volt egy mellesleg egy print kampány is hozzá, ahol ezek az elemek, amiket megálmodtak, ezeket nem kellett építeni 3D-ben, amikor egy képsorban reklámban sem hatók lesznek. Itt pedig már az elkészült karakter asset, az ZBrush-ban modelleztük meg. Itt is természetesen több kört kellett futni vele, de akkor már eldöntötték, hogy teljesen ilyen 3D-s lesz, akkor így fogadták el. És el kellett kezdeni kidolgozni Substance-be a textúrákat. Itt most a kivetítőn nem annyira látszódnak jobb oldalt a részletek, de ilyen apró részleteket kellett mindenhova belefessünk, hogy ilyen életűbb legyen. És ezt mind megúsztuk volna, hogy az eredeti képés hatású verziónál vagyunk. Ezek további iterációk arra, hogy nyilván az elfogadott terv után is még
jöttek ötletek, hogy de a maszk egy kicsit más legyen, és akkor mi legyen, akkor tudjunk példákat szemlélete, nem volt megfelelő, és végül ő lett a nyertes. Ez a bárgyi mosoly. Az első feladat az volt, hogy letekeljük a kamerákat. És elkészült egy animatik, majd animáció. Ebben az animációval párhuzamba elindult a rotó munka, ki kellett retusálni ott, amikor fut a kislánnyal, ott egy kékbe öltözött kisgyerekkel fut együtt, és akkor őt kellett kiretusálni. Amikor pedig kirepül, hogy megfelelően lekövessék a szemükkel mind a ketten a szereplők, akkor egy ilyen kék golyót néztek. Ebből szerintem ez a 48. dimenzió volt, aztán az utolsó megfogadott animatik lehetett. Mert közben folyamatosan jöttek a kommentek, mindig egy gyönyörű ilyen cover küldtek, amiben egy kérdés sérülő karakter volt látható. És amit ha kipontottunk, akkor jöttek a különböző ötletek, hogy hol kéne minek másról történni. Jól volt azért egyébként csak szerben rárajzolva a filmből kivett verzióra, és ezek a külön kedvenceket elraktuk, hogy mi egyszerű lesz a mondani. És aztán... És te jött? Говорят, еще маленькая, сил не хватит. Тут нужно немного волшебства. Новинка. Спредики с волшебной дрожжей, симпиотива, управление воде и кар. Он укрепляет мышцы и кости ребенка и заряжает его силами. Супрагин Кит, ваш ребенок самый лучший. Байер. Следующая мунканка, бе, egy-két shotot kellett elkészítenünk. Ez, azt hiszem, a kínai piacra készült. Az volt a feladat, hogy a könyvtárba kirakja a Rubik kockát egy kisfiú, aki legyen ugyanúgy ő is Rubik kockából. Ez egy koncepten elég jól nézett ki, csak így megvalósítani kicsit nehéz volt. Ugyanis a Rubik kocka azért az nem nagyon hajlik, mint a fiúnak a ruhája. Erre készítettünk egy ilyen animatikot. Ezt elfogadták, és akkor utána volt a feladat, hogy lesz belőle Rubik kocka. Ezek voltak az első tesztek. Ilyen voxel alapon azt is Houdini-be készítettük. Kiszortuk ilyen kockákból a fiút, ami problémát okozott, hogy azért nem össze-vissza nem foroghattak itt a kockák, hanem hogy meglegyen ez a Rubik kocka hatás, egy ilyen 3x3-as elemnek kell mindig fordulnia. Viszont ha 3x3-as kockákból rakjuk ki, akkor egy ilyen nagyobb lókorinak tűnő karaktert kapnánk. Ezért azt a trükket alkalmaztuk, hogy ezekből a 3x3-asokból kipakoltuk, majd kitöröltük belőle. És mindig ahogy fordul, így nem nagyon veszi észre a szem, ami oda kerül, a határon kívülre kerül kocka, azt kitöröljük. Ezért így középen megvan nagyjából az a hatás, amit a Rubik kockával így el lehet érni. Ezután jött az a feladat, hogy ez nyilván kelljen életre, mozogjon bele. Ezt is a Houdininek köszönhetően elég jól sikerült megoldani. És majd jött a kérés, amikor már elég jól álltunk, hogy viszont a végére rakjuk ki egy egyszínű rögtön az eleje, amire nem voltunk felkészülve, de végül megoldottuk ezt is. És akár is jelent, hogy sok minden technika dolog, amit a három elmondott, így nézett ki a végén. Igen, volt még egy közeli shot, ez még előtte volt. Itt a kezének kellett először, hogy mutassuk folyamatában, hogy átalakul, és akkor először a keze alakul át. Itt a bal oldalon látható a nyersanyag, azt kellett letrekkelni, az is elég nagy feladat volt, mert a háttér az defókuszban van, előtérben meg nem sok trekkpont van, két pontot raktak a kezére. Amikor sikerült letrekkelnünk, akkor került rá egy animáció, kézanimáció,
és arra kerültek rá utána kockák, ahol újabb problémát vetett föl, hogy vagy nagyon picik lennének a Rubik kockák, hogy szépen kirajzolódjanak ezen, amit nem szerettek volna, mert akkor nem passzol a következő shothoz, ha meg nagyon nagy, akkor meg nagyon kockás. Ezért, igen. Ezért itt olyan trükkök vannak, hogy az ujjánál nem 3x3-as Rubik kockák vannak, hanem 2x2-esek, meg van egyszer egyes is, és akkor 2x2-es ilyen kis Rubik kockákat biztos láttatok már, ott azok fordulódnak, és itt azért kézzel is bele kellett animálni, egy ilyen automatizált rendszert készítettünk, amiben viszonylag könnyű volt meganimálni, majd ki kellett még azt találni, hogy a bőre hogy alakul át Rubik kockába. Ott hozzá lett cuppantva keze formájához ez a Rubik kocka, és menet közben, amikor forog, akkor veszik fel ezt a szögletes formát, meg vissza van vetítve a textúra, a felvett kéznek a textúrája, és ahogy befordul, akkor úgy vált át ebbe a shaderbe. Ez a Lattes munkánk, ez egy példa arra, amikor ezt mi is gyártottuk, forgattuk el, és a tanulmányát is mit csináltuk. Ez volt az első a saját gyártású filmünk, amit mi forgattunk le, ez egy Blue Box stúdióba forgott. Teljesen egyedül a kislány volt, a főszereplőt vettük föl. Aki igazából két kislány volt, meg kellett az indiai piacra is. Ő barna hajú, piros pöttyel a homlokán. Mit is mondhatnánk? Igen. Nem, amúgy nagyon érdekes volt ez a forgatás, főleg egy első alkalom volt. Mindenki nagyon izgult, de azt gondolom, hogy jól sikerült. Általában kisgyerekkel is állattal legnehezebb forgatni, mert érthető okok miatt nehezebben viselik a megpróbáltatásokat, főleg egy ilyen sok ezer wattos lámpa, ami a napot szimulálja, világított rá végig, plusz kellett egy olyan keretet csinálnunk, ami ezt a lámpát egy gurulva tudták tolni előtte, mert hogyha kiszaladt, és hogyha messzebb szaladt, akkor már nem érte ott annyi fény, de nagyon bátor volt ez a nagy szerkezet alatt mert futni. Itt ami kihívást jelentett a technikailag, az nyilván húzamező volt, hogy sok millió búzát ki tudjunk szórni, és tehát messzire is el kell látni, plusz közel is jobb minőségbe. Közelről kell látnunk ezeket a búzákat, amiket még is kellett animáljunk, hogy belekerüljön ez a hullám, meg át kellett színezni. Itt is a Houdini-vel dolgoztunk, háromféle rendszert készítettünk, egy, ami közelre működött, egy, ami középtávolban, az már egy ilyen leegyszerűsített, ilyen körveket rendeltünk. Azokat, mint egy szőrrendszer, egy hasonló dolog volt, és még nagyon messze ott meg festve is voltak a háttér, az pedig teljes ilyen medpényt. És utóbbi sokat kooperálunk egy lengyel stúdióval, aki hozza azokat a külföldi minket, amik igazából minket mindig is inspirált, amikor elkezdtük a három animációt tanulni. Ez is egy példa abból, a League of Legends-nek készült egy külön sprite kampányfilmmal volt Ázsiában.
forgatáson szerepelt ez a páncél, arra kaptunk pár fotót, az alapján kellett megmodellezni, majd ki kellett találni, hogy ez hogy tud átalakulni, erre több teszt készült, hogy tud a kezére rákerülni, mi honnan bújik elő. Ebből igazából ez volt az érdekes, le kellett trekkelni a karját, majd ráanimálni és lerenderelni. Ilyenben itt is az volt, hogy az animációra kis videó verzió készült, mert először azt szerettük volna, hogyha a páncél dizájn alapján, tehát az átalakulást, ez a gomb, ez befordul, és úgy jelenik meg, meg alatta ezek a pántok úgy jelennek meg, de végül is a rendezőnek az akarja szerint bejutottunk ahhoz, amit nem szerettünk volna, de ő napja elfogadták. Én itt az volt még a nehézség, hogy nagyon sokan kommentelték a League of Legends, nyilván ott elég komoly szabályoknak kell megfelelni, a sprite, a rendező, még az ügyfél, ügynökség, nagyon sok körön ment végig, mire elfogadták. Színfalak mögött, hogy úgy hozva lett fölé, és oda kell tenni ezt a sárkányt. Ami számításigényes volt, azok a szimulációk voltak, vízszimuláció, tűzszimuláció, főleg ha ilyen nagy méretben van, beteríti a képet, akkor az mindig komoly renderidőket igényel, meg komoly tárhelyet, nagyon sok gobáj tud összegyűlni, ami akkor az is kihívás, hogy ezt tudjuk, ezt a problémát kezelni. És egy hasonló külföldi munkánk, az a Lexus-nak készítettünk egy ilyen világos versenyzős filmet. Ebben is érdekes sztori van, mert akkor volt a Szárny és Fejvadász a mozikban, és ez inspirálta őket, az ügynökséget. De ők egy európai metropoliszt álmodtak meg, ezért a Kiev metropoliszába forgatták fel, és valakivel felnőtt kapcsolókat tenni. Itt a Szárnyas Fejvadászosok lesz. Az külön érdekessége, hogy ez a verzió, amit hoztunk, ebben mindenhol tele van hologrammal a város, ami szerintem kb. Két heti munkánk volt, de a legvégül bevetették, hogy ezt mégse kéri. És van ebből éppen, ezek ilyen, itt így néztek ki a kommentek, kicsikén azért már magát fejthetődőek. Egyébként le volt fázol, amit szeretnének látni. Én itt azért nagyon sok, két héten több idő ment el a hologramokra, meg azoknak a betrekkelésére, hogy azok ne csúszanak is szépen. Főleg amikor így a kamera hirtelen leköveti az autót, ott ilyen motion blur-ös jeleneteknél azért nem volt egyszerű letrekkelni. Úgyhogy igen, ez fájdalmas volt, amikor végén kikapcsoltak mindent. Fogosztuk, mert itt egy komolyabb koncertelési szakasz ment végül, meg egy loop development végül is, ez a város hogy is nézzen ki. Elsőre ez a speed paint, eleget készült egy ilyen alapvetőképes, de az lett kidolgozva. Fontosan el lehet fogadni. Itt a konceptöket kaptuk, és utána dolgoztuk ki a medpaintet, már mi készítettük. Ilyen moodboardok jöttek, hogy nem kicsit gond volt, hogy most az ázsiai nagyváros, az amerikai nagyváros és az európai nagyváros között az alapvető különbség, mikor a darab, amiket nem léphetünk semmiképpen el. Ez egy nagyon komplex sottán nőtte ki magát itt a végén, mindent le kellett retusálni, és vissza kellett építeni a fél várost, meg a híd az nagyon le volt pukkanva, elég
csúnyán nézett ki, most annyira projektoron nem látszódik, már annyira kontrasztos a kép, de ott az egész szélét le kellett cserélni, az egész folyót le kellett cserélni, nagyjából mindent lecseréltünk az aszfalton és a kocsin kívül. Fák, épületek kerültek be, és a hátsó léjerekre, több léjerre festve kerültek a medpaintek. Itt látszik az egyik shot, ahol már szinte minden hologramot levettek. Itt volt egy olyan érdekes kommentünk, hogy itt hogy jobban lássuk azt, hogy kikerüli, meg befékez az autó, azért kérték, hogy füstöt rakjunk a fékezéshez. Amikor fékez, ilyenkor mindig keresünk referencia videókat, hogy hogy is nézzen ki. És találtuk ezt, ami igen érdekes volt, majd utána el is küldtük nekik, hogy biztos akarják-e. Már csak azért, mert hogy egy ilyen komoly egy Lexust reklámozunk, ami azért fontos, hogy megáll időben, és a ABS-nél így néz ki a füstölés, és ABS nélkül pedig így, és aztán végül inkább a filmes megoldásnál maradtak, hogy legyen füst, de nem lesz ebből gond. A Szentkirályi Ásványvíz Homeback című reklámfilmje. Ez is egy VFX produkció, ennek az az érdekessége, hogy kaptunk először ilyen treatmenteket arra, hogy szeretnének látni egy átalakulást, ami megjelenik benne a víz, mechanikus átalakulás, de ne legyen annyira transformers-es, szóval akkor a Mátyás Királyán, mire a megyalók benne Lóháton. Most akkor mondjuk, hogy akkor ment a Dr. Strange a moziban, és hogy mégis egy ilyen fraktálos dolgokkal így egész jól lehetne játszani, ezek így tudnak ilyen vízszerűen működni, akkor ez akár készítettünk ilyen teszteket arra, hogy ez hogy is néz neki. Mégis egy ilyet képzeltünk el, kicsit majd persze cizellával dolgottam el. Majd ez az ügynökség eltűnt, és megjelent egy másik ügynökség azzal a kérdéssel, hogy van egy Szentkirályi projektjük, és hogy ilyen Dr. Strange-es átalakulást szeretnének bele, viszont hát meg tudjuk-e csinálni. Igen, és onnan indultak a dolgok, hogy New York-ba forgatják. Igen, végül is azzal a változtatással, hogy minden, hogyha Budapesten forgatnánk egy repülőtér tetején, és New York-ot csinálnánk belőle. New York-ba jóval nagyobb épületek vannak, mint Budapesten, és hogy tudjuk megmutatni azt, hogy az óriási épületek nem lerombolódnak, és nem eltűnnek, és a helyén a nagy semmi lesz, ami a Budapest, hanem szóval, hogy mégis látványos legyen, akkor a méretbeli különbségek vannak, hogy ez okozott némi fejlődés. Ez vizuálisan is jól működni, mert ez a tehát az kiváló. Vajonok itt bennünk is fog nézni. Sok hét szimuláció következménye volt ez a vizes teszt. De ezt még kiborítjuk, hogy itt a ügynökség vezetője, vagy a projekt vezetője, végig azt a briefet kaptuk, hogy mégsem mechanikus átalakulás kell, megállapodtunk, hanem legyen egy a víz maga, hogy megélétre kell a szüvegből, a víz maga váltsa át, változtassa át New Yorkot, Budapesté, és arra elkezdtük ezt a koncepciót kidolgozni, meg erre a nagy asszetfejlesztési rész, hogy ez mi lesz ennek a motorja, hogy mi fogja hajtani a vizet. Nem tudom játszani. Ez jó szemcét? Nem, belőzött. Azért mindenkiben felvetődött az a gondolat, hogy egy ilyen cunami elárasztja New Yorkot, és hogy ez vajon jó-e az üzenet. Katasztrófa marad utána az Budapest. Az első meetingen kiderült, hogy nem jó az üzenet. Igen, mert az ügyfél mondta, hogy hát ez tök jó, meg szép lett, de hol van a mechanikus átalakulása? Gyorsan visszamentünk a szobába egy kicsit dolgozni.
Van róla egy breakdown videónk. Mennyi feladat volt ezzel a... Amúgy nem soknak tűnik utólag megnézve lejátszva, de nagyon sok munka volt benne. Hosszú volt az út, akár New York-ként. Amúgy nagyon ügyesen választott szerintem a rendező, ilyen stock képekkel, stock videókat keresett, és akkor utána úgy forgatták le ott a tetőn a jeleneteket, hogy azok majd szépen megéljenek ott a háttérbe. Udiniből készültek ezek a procedurális átalakítások, ezek is stock fotók lettek betéve a térbeli objektekre, és akkor kapott mindig egy kis kameramozgást az adott shot. Szóval egy utolsó filmünk, amit hoztunk, egy munkánk, ez is egy saját gyártású produkció. Ez nagyobb része volt a forgatás, meg érdekesebb, de is azért volt bőven mutatva, sőt. Ebben nagyon érdekes, meg jó élmény volt az, így a filmforgatáson olyan dolgokat tapasztal meg az ember, amit máskor nem. Ez például, hogy egy tankkal találkozhattunk Budapest utcáin, elég félelmetes amúgy így szemben állni vele, hogy így dübörögve jön az ember fele. Ez egy rendes T-valahányos, nem végzem szakértő tankot hoztunk oda a helyszínre, és azzal forgattunk. Igen, és ennek szó volt arra, hogy a pirotechnikát is helyszínen vagyunk meg, de történt ez a tragikus esemény, hogy aztán az a rendőrmerénynek a főúton az pont két nappal azelőtt volt, és kicsit éppen megnézett az engedélyeztet is, a tankot bevügyük. A lövésre már nem is kaptuk meg. Én reggel 6-kor még nem volt biztos, hogy tudunk forgatni, úgyhogy így volt elég nagy felfordulás emiatt. Plusz végig ilyen ködös, háborús hangulatot kellett teremteni, ezért a fűzsgépek azok non-stop mentek, és ismerőseim hívtak a teleptől, hogy mi ez a füst itt. Például amikor látták az Instagram posztokat. A tankkal mindenkinek kellett egy fényképet, tehát feltenni nyilván. Itt a szobordöntős jelenet volt, ami a legtöbb VFX-et igényelte. Ott drónnal forgattunk, és egy óriás darabot vittünk a helyszínre, ami körülbelül azt a magasságot adta, amely a régen a valóság, amilyen magas volt a szobor, és akkor arra lett rákötve ez a kötél, amit ez a maroknyi statiszta húzott. Viszonylag sok statiszta, azt hiszem ilyen 50 fő volt, de egy ilyen téren úgy elvesznek, hogy arra jó volt, hogy ők húzzák a kötelet, és ezt nem kellett meganimálnunk. Ezzel is otokhoz készült, azt elkészítették azt a Sztálin fejet, amikor már a Földön van. Azt beszkenneltük, és az került a tetejére a szobornak. A tömegnek az az érdekessége, hogy mindenkinek ugyanolyan arca van,
mivel vagy hátulra és fölülről látszóknak ezzel nem foglalkoztunk, hogy kidolgozzuk. Ehhez oda fölvettünk pár embert, építettünk egy ilyen 2 méter magas green emelvényt, és aki éppen ráért statiszta, azokat odahívtuk a forgatás közben, és akkor lent alsó gépállásból fölvettük őket, hogy egy helyben ácsorognak, és ők kerültek oda a közeli sotokba. Például a tiltés kompozitban történt a megszimulációra. Az előző utcánál ott se volt elég ember, ezért 2-szer lett fölvéve hátul, fölvetvéve a tömeg, majd előrébb jöttek és még 1-szer fölvettük, nagyjából ugyanazzal a kameramozgással, és utána az egy ilyen komolyabb kompozit feladat volt azt a 2-t összehozni, meg körberotozni az első ilyest. Ezután. Ugyanazok az emberek csak korábban. A mozgózászok miatt elég sokat kellett rotózni. Itt a tűzre kellett rá segíteni kicsit, de a valóságban is égett. Itt nem kellett segíteni semmit. Ez úgy jó volt. Nem mondtunk igazat, mert még van egy. Igen, még a tömeggel kapcsolatban itt kellett tömeget csinálnunk, erre a Houdinit használtuk, és még focinál szokott képbe jönni a tömeg, háttérbe stadiont kell építeni nekünk is. Ebbe a reklámba is kellett rakni tömeget, itt mindenhol green van, meg körbe kellett rotózni, ez egy amúgy érdekes feladat volt, itt a Újpest stadiont megemeltük egy szinttel, hogy látványosabb legyen, monumentálisabb legyen ez a shot, és a tömeget kellett berakni. Ez is egy különleges munka volt, mert itt az arcokat, a fejeket le kellett cseréljük. Ez a szaudi világbajnokság, hogy nem mondom, hogy a fociban annyira otthon, de ők szerettek volna a foci világbajnoksághoz egy saját kampányt indítani kis hazájukban, ahol az ő puskásos jellegű emlékmeccseiket eljátszák új ifjú focisták. Élőkkel. És igen, és az arcukat ki kellett cserélni, hogy viszontlátlanság hőseiként. A tömegszimulációnál háromféle módszer szokott lenni. Az egyik, hogy ki van oda vezényelve 100 statiszta, és akkor átültetjük őket mindig máshova, majd ez egy kompozit meló, hogy szépen ezt össze tudják egy helyre tenni. A másik, hogy blue box, green box előtt felvesszük a szereplőket egyenként, és akkor azt is meg Houdinivel kiszórjuk, de az egy ilyen kárdokon szereplő kis animáció, például ebbe is az szerepelt, és akkor a harmadik pedig az, amikor rendes animált 3D-s emberek vannak, azt is kellett alkalmazni, ezt meg a legelső. Igen, azért segítettek még közben az, hogy volt egy felkészült a make-up csapat arra, hogy viszonylag hasonló legyen az a szereplők arca, tehát maszkírozásban nekik segítették a munkánkat, de is voltak így kompletten el kellett alakítani. De azt mondom, hajban mentek meg, mert a hajt mentek, mert sem kapni segítségnek volt az arc. Különösen nehéz volt az, mert ugye körülbelül az archív felvételek annyira nem voltak gazdagok a 1980-as sikeres hőseikről, hogy pár fotóról tudtuk kivászni, hogy nézhettek ki, és utána a arab uralkodó eldöntötte, hogy ez úgy néz ki, vagy nem úgy néz ki. És akkor mondták, hogy ez it's not him, mit it look like him. Dolgozzuk rá. Az évek alatt igyekeztünk a sok kemény munkát értékelni, díjazni, és az artistjainkat rendszerint FMX, Sigraf, hasonló rendezvényekre elküldtük, hogy jól is érezzék magukat, utazzanak, meg lássanak világot, meg szakmai dolgokat,
és nagy hangsúlyt fektettünk mindig a jó hangulat meg legyen a csapatépítőkre, és igyekeztünk nem kínos csapatépítőket rendezni, ha mindenki feszeng, és tavaly koronáztuk meg a csapatépítő programjainkat azzal, hogy az egész cég elment a Tenerifére, mert így büszkék vagyunk, és mindenki jól érezte magát, és elég szép fotók készültek, ami egy munkánk kapcsán érdekessé vált, ugyanis ezek a jobboldali fotók teljesen úgy néznek ki, mint egy 4-5 évvel ezelőtti munkánk, amihez hasonló referenciákat keresgéltünk, ilyen vulkáni sziklákról, helyekről. Igen. Még egyre jobb. Hát igen, ezek a WC bugyrejében élő kis szörnyekről szóltak. Kicsit mi is azokkal váltunk itt a csapatépítőben. Voltak ilyen közelben is. Köszönjük szépen. Optimalizálunk. Ennyi válasz? Hát sok éves tapasztalatunk van, azért már jó régóta használjuk. Azt gondolom, hogy a mantrában nagyon sok mindent lehet tényleg optimalizálni, és jó. Szóval lehet 2 óráig is renderelni, ugyanazt is 10 percig is. Ez mondjuk a legtöbb renderelő szoftverre, azt hiszem igaz, de itt azért bőven nagyon sok mindent lehet optimalizálni, lehet saját shadert írni, nagyon sok mindenbe bele lehet nyúlni, feladat függő. Ez külön shaderekkel keresztül, gondolom meg tényleg. Hát shaderekkel lehet igen optimalizálni, nem, nyilván nem mindegy, milyen lámpákat használunk. Igen. Meg a Houdini azért abban jó, meg a Mantra, hogy minden egyes új verzióba kihoznak olyan dolgokat, ami nagyon segíti, főleg azt, hogy például egy tömeget vagy 5000 fát rendereljünk, nem mondom ki. Szóval sok ilyen lehetőség van benne, feladat függő, úgyhogy nekünk így bevált. Még egyet kérdeztetek, hogy jellemzően milyen típusú dolgokat rendelhetek, főleg inkább volumokra használjátok, Minden tokba rendelem. Igen. Az Arnoldot jött képbe, amikor a fejcserés munkánk volt, ott a skin shader, SSS shader miatt. A Redshift-et meg ilyen egyszerű dolgokra használjuk. Köszönöm szépen! Először is köszönöm szépen az előadást, tökéletesen szórakoztam, meg ahogy láttam itt a projekteknek az életútját, vagy ezt olyan azon megjelen, hogy remélem, hogy kurva jól kerestek ezzel, mert hogy hírjegetik szokással. Azt érdekelne engem, hogy amikor mondjuk van egy ilyen párfordulási koncepció van, hogy teljesen máshogy épüljünk újra a város, mint amilyen, akkor ilyenkor lehet egy új megállapodást tenni a megrendelővel, vagy van az a GMT az előtt koncepcióhoz kialakítani. Igyekszem leírni e-mailekbe először, mert nem szeretném, hogy ügyféle, hogy
hogy hogyan fog kinézni a produkció folyamata, amikor felépítjük azt, hogy először koncept elfogadás, animatik elfogadás, utána animáció elfogadás, animatik kidolgozás, reviz, és utána mellette bárhuzamosan van egy loop dev folyamat, hogy sérüljük, rendeljük a karaktert, és akkor ezt is körülbelül a végén render, de amikor ilyen nagyobb kanyarokat kell venni, akkor ezért erre a levélre hivatkozva szoktam mondani, hogy megverésre mert be, hogy minden egyéb struktúrális változatás az a új árajánlatban realizálódik. És hát ez sajnos többé-kevésbé szokott sikerülni, ilyenkor átvenni rajtuk. Sok minden faktor fontos benne, hogy új ügyfél, régi ügyfél, mennyi munkát hozott eddig, mik a kilátások a jövőre vele kapcsolatban, az egész munka, hogy mennyire van alul vagy felül árazva, mindfél fele. És tényleg ilyenkor az által az, hogy először mindig megijed az ember, de sokszor próbálunk utána egy kompromisszumosabb megoldással előállni, hogy azt, amit ők szeretnének abba az irányba elmenni, de úgyhogy nekünk a fájdalmentesebb legyen, és azért mindig az egy kicsit itt mindenki keresi a kompromisszumot, hogy húzza meg, de az ügynökség általában azt mondja, hogy nekik nincs több pénzük az ügyféltől, az ügyfél nem akar több pénzt, hiszen eleve ezt akarta, szóval, hogy tisztít. De azért hozzátenném ezt, hogy ezek hoztunk egy-két ilyen példát azért, mert ezek viccesek és érdekesek, de azért nem ez a garat szokás, vagy nem így működik minden projektünk, hogy ilyen kanyarokat vesz, csak az így történetben érdekes. Még akkor egy bónusz kérdésre is megfegyedik meg magamnak, hogy volt már olyan, hogy egyértelműen mínuszos, vagy mínuszos lett egy projektet belevállaltátok, még így is, mert mondjuk ezt is, vagy a főjött is, aki visszatérés érdekében. Ezt így elég nehéz megmondani, ezzel az a általános tapasztalat, hogy ezek az ilyen nagyon komoly VFX vagy CGI munkát igénylő projektek, azokon a nyeresség általánosan kisebb, ezek inkább ilyen portfólió projektek, és nekik azért kell, hogy utána többen keressenek, mégis vannak, amiket úgy hívjuk, hogy megélhetési munkák, amik a reklámblokk végén az akciós mobiltelefon bepörvő és társai termékcsere, vagy nem tudom, X terméket így hívnak, külföldön, Magyarországon, más sem nem is, hogy egy kicsit már címkét, szóval azért rengeteg ilyen is van, ezeket hoztuk el, már mire van általánosan. Mindennek kell csinálni az állapot. Sziasztok! Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy például mutattátok 3D-be megfordítva, hogy a híd átalakult. Tehát, hogy a hídnak megcsináltatok az előtte és utána állapotát is 3D-ben. Ott az átalakulás folyamata az ugyanazon objektumokból áll össze, úgy értem, hogy a kocka, ami kialakul az eredeti hídból, és ami az új hídba belealakul kocka, ugyanaz vagy a kettő között van egy kis csalás, és fél útig megy el az egyik, és fél útra indul a másik. Itt, ha jól emlékszem, csalás volt. De a legtöbb munkákra igaz. Igaz, tényleg az a fontos, hogy itt nem mérnöki szemmel kell hozzáállni az egyik feladathoz sem sohasem, hanem az a fontos, hogy a szem meg az agy átverésével elhívjuk azt, és a minden egy ilyen ideálisan ugyan ábrázolva a végén. Tehát itt eleve már a láncid és a bőkindés között már lépték egy különbségük is jöltek, csak nem sok. Mert ott a méret is el volt csalva, mert sokkal nagyobb lett van az egyik, mint a másik. Ugye ebben az iparágban is, meg a játékiparban is jellemző az, hogy sokkal többet kell dolgozni, mint, tehát hogy sokkal túlóra vagy megintem, hogy ez nálatok mennyire jellemző. Ezt csak kíváncsi vagyok, hogy mennyire sokat szoktatok esténként. Bocsánat, hogy ilyeneket hát is. Kíváncsi, hogy vagyunk, jó, persze nyilván. Nem, jogos kérdés, ez igen jellemző egy kicsit erre a szakmára, de mi azért törekszünk arra, hogy ezt így visszaszorítsuk így az utóbbi évekbe, és ne nagyon éjszakázásokról és hétvégézésekről szóljon, de nyilván ami miatt nehéz beárazni, meg végigvinni egy projektet, mert egy-kettő ott tényleg annyira komplex, és olyan dolgok történnek menet közben,
olyan elvárások, amit nehéz lekommunikálni, de abszolút az a hozzáállás, hogy ezt próbáljuk minimalizálni. Nem mondom, hogy 5-6-kor otthon van mindenki, de törekszünk arra tényleg, hogy át legyen, hogy estig meg reggelig, mert utána meg amúgy meg használhatatok másnak az az ember, úgyhogy azzal se vagyunk sokkal előrébb, hogy 1-2-kor még vakarítja a fejét, magához térjen 10 kávéval, de nem cél. Nagyon fontos még ezen a ponton kijelenteni szerintem, hogy nem érdem a cégnek, mert az, hogy nem kárpótol mindent, vagy az ember életét, de a legtöbb helyen elvárás, hogy mindenkiben maradjon, és nem igazából azért honorálom, hogyha valaki többet tesz bele, azért jövök, hogy ez a motivációját egy picit fogjuk megőrizni, amennyire lehet egy ilyen helyzetben. Oké, van még kérdés? Még most lehet kérdezni. Senki? Jó, hát akkor még egyszer köszönjük szépen. És fogadjátok el tőlünk ezt a kis ajándékot, egy kis elvetőkös indivaló. Remélem, hogy borsak vagytok. Köszönjük szépen, ezt csak tegyük vissza. Köszönjük a megfigyelést. Csak nem. Na hát, köszönjük szépen egyébként a bemutatkozóknak és az előadóknak a jelenlevést. Hozzátok pedig csak annyi kérésünk van, hogy legyetek aktívak mind az oldalon, mind a csoportban, hiszen azért az is van a lényeg, hogy tényleg egy ilyen aktív párbeszéd induljon a szakmai. Akár egyébként meg is lehet vitatni, hogy tetszik nektek az előadás, vagy bármilyen felvetés nyugodtan lehet. Mi azért szoktunk posztolgatni, arra jönnek is reakciók, de hogy bátran nyugodtan ti is vegyétek fel a fonalat, és hogyha érdekelnek ezeket, akkor osszátok meg. A releváns tartalmakat mindig jóvá hagyjuk, tehát ezzel nincsen probléma. Illetve még egy dolog, hogy ilyenkor, hogyha vannak újak, esetleg ők nem tudják, de ilyenkor át szoktunk menni az ankerbe tovább szakmázni, vagy sörözni, akár lazulni, hogy bátran gyertek velünk. És igazából ennyi lett volna most ez a 14. Outnetwork tudásbázis. Jövő hónapban, mint említettem, kedves évi lesz az előadó, úgyhogy készüljetek rá, és mindenkinek szép estét továbbiakban. Sziasztok!